Rába Dániellel beszélgetünk itt a Párizsba történő elindulás előtt. 76,83 méter a jelenleg egyéni rekordod, és 15. helyen végeztél a budapesti világbajnokságon. Azt mondta edződ Németh Zsolt, hogy akkor már maximálisan elégedett lesz a teljesítmény, de ha ennél jobb eredményt érsz el, te is? Én is maximálisan elégedett leszek. Nekem az álmom, hogy a döntőbe kerüljek, és ne a selejtezőbe induljak csak és hármat dobjak, hanem szeretnék a döntőbe kerülni, ez az álmom. Ha ez nem valósul meg, már az is álom, hogy kim vagyok az olimpián, de most nem is szeretnék erre gondolni, én arra szeretnék gondolni tényleg, hogy akár egy egyéni csúcsot és akár egy döntőt is be tudjak játszani, hogyha nem sikerül ez, akkor is boldog leszek, de fő az, hogy jól érezzem magam és képviseltem az országot. Hogy sikerült ez az elmúlt két hét, amióta utoljára találkoztunk, voltatok a tatai edzőtáborba? Jól sikerült. Én azt mondom, hogy ahhoz képest, hogy volt egy kisebb sérülésem a combomban, azt nagyon gyorsan tudtuk kezelni, és nem okozott problémát a felkészülésben, az edzésekben. Remélem, hogy ez ott sem fog okozni semmi problémát, és bízok abban, hogy kijön az a méter, amit edzésen is tudok dobni, vagy akár még plusz 2-3 métert rá tudok tenni. Augusztus 2-án pénteken lesz a selejtező. Tudjuk már, hogy melyik csoportba szerepelsz? Illetve még egy kérdés a végére, hogy szerinted hány méter lenne szükséges a döntőbe kerüléshez? Nem tudom sajnos, hogy A vagy B csoportban leszek. A szint ugye 77 méter. Ha átlagot nézzünk az olimpiákat vagy világversenyeken, egy 75,5-76 méter azért kell a döntőbe jutáshoz. Nekem ugye 76,83 az egyéném, azt 2021-ben dobtam, szóval nem most. De bízom abban, hogy kipattam valami. Úgy, sok sikert neked. Köszönöm szépen.